Néhány napja kicsit nosztalgiáztunk haverokkal Empire Crafton. Olvastam a csetet, és láttam, hogy a srác arról panaszkodik, hogy nem igazán tud gazdag lenni, nem tudja, hogy keresett annyi pénzt, hogy meg se tudja számolni, netán, hogy összehozzon egy nagyobb rangnyi ecét. Átgondoltam, és rájöttem, hogy lehetséges néhány nap alatt bekerülni a szerver 50 leggazdagabb játékosa közé. Pénteken felnéztem a telkek szerverre. Gondoltam, itt az alkalom elkezdeni a nagy karriert. A karakteremnek semmilyen nem volt, csak egy telke, amit a videó elkezdése előtt egy perccel vettem meg. Első dolgom volt a fölösleges cuccok felvásárlása. Többször kiírtam a hirdetményt, hogy felhívjam magamra a figyelmet, és ahogy történnie kellett, először az ismerősök figyeltek fel rá. Az első adományok után figyelmes lettem egy csapat arra állomásozó malacra, és mivel szükségem volt a húsra, akcióba is lendültem. Mindet leöltem persze, egyelőre kézzel, ezzel megoldva minden kaja problémámat. Később csináltam helyet az ajándékoknak, és gyűjtögettem őket tovább. A befolyt pénzből raktárvadászatokon vettem részt, és további alapanyagokat vásároltam. Emellett pluszbevételnek számított a skin versenyeken való részvétel is. Sokat gondolkodtam azon, vajon miből legyen a ház. Azonban a szabad világba érve egyértelművé vált, hogy a szép és nem túl ritka homokkő lesz a befutó. Mikor minden alapanyagot beszereztem, végre nekiállhattam a ház építésének. Sajnos a kezdeti fázisokról nincs felvétel, mert annyira belemerültem az építésbe, hogy egyszerűen nem örökítettem meg. A ház falai lassacskán kiemelkedtek a földből, de hamar rá kellett jönnöm, hogy homokkőből a sok soha nem elég. Folyamatosan jártam a szabad világot homok és homokkő után kutatva. Elakadtam. Gyapjúra volt szükségem. Egy barátom spannolt le nekem egy kevés birkát, illetve nem is olyan keveset, majd a gyapjukat levágva boldogan jöttem rá, hogy a ház építése folytatódhat. Mikor kicsit leálltam az építéssel, azonnal eladókat, boltokat kerestem, hogy további nyersanyagokhoz juthassak. Szükségem volt kakaóbabra, szürke gyapjúra és horribilis indokolatlan mennyiségű homokra. Szabadidőmben ingatlan értékbecslést végeztem, hogy megtudjam, házam mennyit fog érni, mire elkészül. Mikor végre minden alapanyagom és időm megvolt arra, hogy csak a házra koncentráljak, belevágtam. Megállás nélkül építettem a tetőt, terveztem meg a belső teret és rakosgattam le a bútorokat. Az udvaron lévő ládákat és hűtőket bevittem a garázsba, és egy raktárvadászat, vagy inkább ládavadászat keretein belül eladtam. Végül a ház egy kicsit amerikai stílusú luxus lakás lett, két szinttel, garázssal, három fürdővel, egy WC-vel, öt szobával, egy nappalival, egy konyhával, egy étkezővel, egy medencével, és rengeteg ablakkal. A célomat elértem, de úgy gondoltam, az koronázná meg a munkámat, ha a házat nem kevesebb, mint 4000 ECért el tudnám adni. Rengeteg érdeklődő érkezett, azonban az igazán komoly ajánlatig egy teljes órát kellett várnom. De vajon ki vette meg a házat? Emlékeztek? Egyik adományozómnak annyira megtetszett a ház, hogy végül nem sajnált 4000 ECért kiadni érte, ezzel támogatva engem, a videóimat, a csatornámat, és persze honorálva a házba fektetett energiámat. Boldogan költözött be új házába, amit egy admin segítségével teljesen átirattattam az ő nevére. A pénzemmel valamit kezdeni akartam, hogy oda jussak, ahonnan kiindultam. Kiírtam, hogy éhezem, adjatok enni. Az első ember, aki ingyen, saját vagyonából megmentett az éhhalától, megkapta minden pénzemet. Az utolsó cuccaimat a spannon a kezdők ládájába helyeztem el, ezzel lezárva kis kalandomat, de persze az EC-t megtartottam magamnak. Összegzés. 500 dolláron volt kezdetben, csak támogatással befolyt 3000 dollár. A pénz forgatva körülbelül 10000 dollár gyűlt össze, ebből alapanyagot vásároltam, így pénzben újra nullán voltam. A ház építéséből megmaradt szerszámok, alapanyagok körülbelül 4000 dollárt hoztak a konyhára, és a telek eladásával elképesztő 4000 ECét kaszáltam.
egy jegyszé kb. $100 ér, így tehát nagyjából 400 000 dollár tiszta hasznomban. Köszönöm mindenkinek, aki támogatott, vagy úgy, hogy tudta ki vagyok, vagy úgy, hogy mindvégig idegenként kezelt. És arra kérnék mindenkit, ha egyszer egy ember megjelenne egy olyan nevetségesnek tűnő kéréssel, hogy kéri szépen a kidobandó cuccaitokat, ne sajnáljátok neki adni. Köszönöm a figyelmet, és sok sikert mindenkinek!